Ez a villamossági cég 20 esztendővel ezelőtt egy garázsban családi vállalkozásként kezdett el működni. Mára azonban több hazai és határon túli központtal rendelkezik, amelyekben több száz munkatársat alkalmaznak. Családi ház. Az egyik tulajdonos szerint sikerük titka a családiasságban rejlik. Megvan az utánpótlás is a vállalaton, illetve családon belül, és ennek köszönhetően sikerült egyre jobban megerősödünk a magyar piacon. A székesfehérvári központban több mint 160 ember dolgozik. A polgármester szerint azonban a városnak nem csak ezért hasznos a cég működése, hanem a társadalmi szerepvállalás miatt is, hiszen a vezetőség sokat tesz a helyi közösségért. Sok embert foglalkoztat, mi folyamatosan bővül, fejleszt, itt most is elhangzott, ugye a fejlesztéseken gondolkodik, ami új munkahelyeket hozhat létre, de mellett azért is fontos, mert a város egy megbízható társadalmi kapcsolata is. A Fejér megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke a cég sikeres működéséből a határon túli terjeszkedést emelte ki. Radecki Jenő szerint a romániai és a szlovákiai központ létrehozása jól illeszkedik a nemzeti gazdaság koncepciójába. Megfelel annak az elképzelésnek, amit mi a Kárpát-medencei gazdasági régiófejlesztési programjában, a Vekerletervben megfogalmazunk, hogy legyen minél több nemzeti, regionális, majd később esetleg multinacionális magyar tulajdonú vállalat. A 20 évvel ezelőtt indított vállalkozás a következő időszakban a Székesfehérvári Központ bővítésén dolgozik. Az évi 8 milliárd forint bevétellel rendelkező cég a mostani székhely közelében szeretné a fejlesztést megvalósítani. Amint ez sikerül, újabb munkatársak felvételére nyílik lehetőség.